Közel 4700 szekszárdi egészségügyi ellátása válna még jobbá, ha megépülne a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő. A kivitelezési munkálatok azonban jelenleg állnak egy maroknyi csoport látványos tiltakozása miatt. Ács Rezső elmondta, úgy tudja, az éjjel szekszárd frakció új helyszínt talált a beruházásnak, a Baka István általános iskola melletti kerékpárpályát. Szekszárd polgármestere azonban újra kijelentette, nem akar változtatni a beruházás helyszínén, ahogy a generációk parkja is megépül a Barátság utcában. Időn kevés, hamarosan le fog járni, ugye már le is jár az idei esztendőben ez a pénzügyi ciklus. Ezek uniós források, nem szeretnénk, ha a város egy forintot is elveszítene azért, mert néhány ember akadályozza a többségnek jó lehetőséget biztosító beruházásokat. Az elmúlt néhány hét megmutatta, hogy ezen beruházásokra, valamint az alapegészségügyi ellátás fejlesztésére szükség van Szekszárdon, és ha a források rendelkezésre állnak, akkor a város végigviszi a fejlesztéseket, jelentette ki Ács Rezső. A városvezető felsorolta azokat a lépéseket, amiket a helyi cégek működésének megkönnyítése és a munkahelyek megőrzése miatt hoztak meg. Ilyen például az, hogy szeptember 30-áig nem kell fizetnie a közterület használatért annak az étteremnek, amely most nyit teraszt. Több étterem már hétfőn megnyitotta a kerthelyiségét, mások csak hétvégén teszik ezt meg. Ács Rezső hozzátette, ezek az intézkedések, valamint a járvány elleni védekezésre átcsoportosított több 100 millió forint jelentős kiesést jelent az önkormányzat számára. 1 milliárdot meghaladó összegről van szó. Ez olyanokat érint, mint a helyi adóbevételeink, az ingyenes parkolás, köztelt használati díjaknak az elengedése, vagy éppen a taxisoknak, a drozdíjnak az másfél-negyedéves moratóriuma. Úgyhogy remélem, hogy lesz valamiféle kompenzáció. Szekszárd önkormányzata 7 milliárd forintból gazdálkodik 2020-ban.